Üdvözlünk a Dakaron mindenkit, a hetedik napon, Újonitól Száltáig megyünk, mondja Toby Price. Ez egy nagyon nehéz szakasz lesz, mert átkelünk majd folyókon is, és nyilvánvalóan sok vízzel találkozunk, de várom már. A napképe. Bolíviából halad Argentínába a mezőny, tehát vissza a kiinduló pontra. És hát nyilvánvalóan egy csodálatos élmény, után kell újra versenyezni, hiszen nagyszerű napokat töltöttek itt. Hát néhány lenyűgöző felvétel egyébként Bolíviáról, már harmadik alkalommal ad otthont a versenynek, és most három napot tölt a maival együtt a mezőny ezen a területen. A híres újoni sósivatag, meg egyéb területeké, mely itt a sósivatag, és jócskán 3000 méter fölött, néha 4000 méter fölötti magasságban. A mai napon 92 autó, 113 motorkerékpár, 36 quad és 49 kamion indult el, hogy ilyen területeken haladjon tovább. Hát valóban gyönyörű, úgyhogy Bolívia megírja a felfedezést a képek alapján. Idézzük fel a motorosoknál, mi történt az előző napon. González indult itt el, itt pedig már a megérkezés, a Honda vezető versenyzője, és azt mondja, hogy hú, a fejem nagyon fáj, tegnap is ez volt már, és most megint fáj a fejem. Nehezen viseli a portugál a nagy tengerszint feletti magasságot, de vezet a versenyben. Ugyanakkor a napot azt az ausztrál Toby Price nyerte KTM-jével, és nagyon közel van hozzá. Hát az ember versenyzőként mindig nyerni akar, ez természetes, mindig fel akar kerülni a dobogó tetejére egy lépcsővel feljebb. De hát minden jól néz ki papíron, ugyanakkor bármi megtörténhet. Hát például a Kokáért, itt van Ruben Faria, aki a Husqvarnának volt a vezérversenyzője, és csuklósérülés miatt fel kellett adnia, vagy Barreda, akinek bukása és motor problémái voltak, és emiatt úgy néz ki, hogy az ő számára is véget ért a Dakar. Tegnap még Újuniban itt láthatjuk a versenyzőket, sokan már be vannak kötözve, sokan vannak az orvosi központban. Itt Ruben Faria volt az, aki hát végül is fel kellett, hogy adja csuklósérülés miatt. És hát megérkezik elég későn, este majdnem 9 óra van már, amikor kötélvégen megérkezett a táborba Joan Barreda Bort, a csapattársa Cseki húzta be végig, jó 250 kilométeren keresztül. A szerelők megpróbálták helyre tenni a motort. Nagyon nehéz napunk volt, a motor is megsérült. Hát sajnos ilyen dolgok előfordulnak, ez a sportnak az őrült oldala. Jól kezdtünk, de hát sajnos most így jártunk. Itt van maga a Honda, amelyet hát persze rendbe tettek, csak hát aztán később kiderült, hogy Barredának megsérült a keze, így aztán már ő sem indult el a mai napon. Nézzük hát akkor, hogy merre haladt egyáltalán a mezőny, ugye Bolíviából vissza Argentínába. Az elején volt egy 230 kilométeres szelektív, majd egy 80 kilométeres semleges szakasz, egy úgynevezett neutralizált zóna, és elméletileg utána jött még egy 106 kilométeres szakasz immáron Argentínában. Összesen egyébként mindennel együtt, hát jó sok 100 kilométer. Itt van Evo Morales, aki a bolivárok elnöke, ő is eljött ide, hogy ő rajtoltassa a mezőnyt, illetve elköszönjön a rajongók körében ő is a versenyzőktől. Azt mondja az elnök, hogy amikor itt a Dakar jön, akkor ez egy kicsit egységbe forrasztja a bolíviai embereket. A szegények elfelejtik a nincstelenséget, a gazdagok a vagyont, és ez mind a Dakarnak köszönhető. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy eljöttek az országunkba ezek a versenyzők öt különböző kontinensről. Ez a mi országunkban egy történelmi esemény. A többek között Matthias Wagnert is ő rajtoltatta, az osztrákok sztárja. Ott van az elnök úr, és most már meg is lengeti a zászlót. Indulhat Wagner, aki ugye végső győzelemre tör. Hát majd mindjárt megtudjuk, hogy sikerül-e neki. Hát akkor gondolom, hogy már kitalálták, hogy ebből valami dráma lesz. Hát az lett, mert Wagner nem sokkal a rajt után, pár kilométer után bukott.
nem egészen 20 kilométer tett meg, majdnem 4000 méter magasságban, tehát itt azért nagyon nehéz már jól dolgozni. Érkezik González, a portugál, aki vezeti a versenyt, és azt látja, hogy az út mentén legalább 10-15 méterrel odébb hever az osztrák, meg a motorja, és oda ment Wagnerhez, és megnézte, hogy minden rendben van-e vele, és ő riasztotta a motoron lévő gomb megnyomásával a biztonsági, illetve az egészségügyi szolgálatot. Wagner kommunikál. A motorja nem sérült meg olyan nagyon, de a combcsontja eltörött, ezért fekszik mozdulatlanul, számára véget ért a Dakar. Többen is megérkeztek aztán még, és őket megvárta egyébként González. Ilyenkor az a rend, hogy az ilyen időt, amelyet egy versenyző a másiknak a segítségére használ el, azt visszakapja a szakasz végén a rendezőktől. Itt megérkezett még Quintanilla, megérkezett a spanyol Arana Husqvarnával, és itt pedig már jöttek a helikopteresek, akik elszállították a kórházba Wagnert, aki tehát lábát törte ezen a versenyen. Itt az amerikai Brabec Hondával. 12. volt ma, egészen jól motorozott, és az összetetben is a 12. helyen van fiatal versenyző. Aztán itt egy másik fiatal, egy kis egykerekezés, nekünk mutatta, Van Beveren, 17. volt ma, 14. az összetetben, ő Sáros helyen. Ő Yamahával megy, ugye a Yamahát viszonylag ritkán látunk, de öröm volt látni a kékeket megint, meg hát ezeket a fantasztikus természeti képződményeket. Lenyűgöző. Tobi Price-szal mehetünk, a fedélzeti kamera az ő motorozását mutatja. Ma egy kicsit visszafogottabb volt az ausztrál, de hát ő kezdte ugye a szakaszgyőzelme utána pályát, és ez most nem bizonyult olyan jónak. 6. lett, többi 4 percet kapott az összetetben, ezzel ott van a második helyen. Elder Rodriguez, mondtam, hogy a Yamahát ritkábban láttuk, hát most itt van. Jó átlagot ment, 5. lett, és a 7. helyen van az összetetben, bár több mint 20 perc a hátránya. Az argentin Benavides, aki most már lassan új sztár lesz odahaza. Ma jól ment, összetetben 5. Hát egyébként nem tudták megcsinálni az argentin szakaszt, ugyanis olyan vihar érkezett, és úgy megáradtak a folyók, hogy a neutralizációs résznél ott gyakorlatilag a motorosok meg a kvadosok is befejezték a szakaszt, tehát az argentin részt már nem tudták teljesíteni, hát minden rövidebben ment. Meo volt az, aki megnyerte a mai napot, első győzelmét szerezte az ötszörös enduro világbajnok. González pedig ma végül is a 3. lett. Íme itt van Paulo González, ő azt mondja, hogy rendben volt a raj, de utána 300 méterrel utána már elkezdett esni az eső, sőt még jégeső is volt, és hát teljesen befehéredett előttünk az út, nagyon csúszós volt, nagyon trükkös volt, tehát aztán pár kilométer után rendeződtek a dolgok, és onnan kezdve már nem volt gondunk. Hát meg kellett állítani ettől függetlenül a versenyt, a felhőszakadás meg a megáradó folyók miatt. Ami a magyarokat illeti, 24. helyen végzett az erdélyi Gyenes Emánuel, 20. az összetetben, a szerbiai Zágmeister Gábor a 65. lett ma, ő 63. helyen van az összetetben. Ez az összetett állás, hát itt még hátrébb sorolják González-t, de ez nem így van, González visszakapta az idő eredményét, tehát továbbra is ő vezet. Még nem tudták kiigazítani a feliratot. Természetesen a kvadosok számára sem volt egyszerű ma az élet. Itt egymást engedik előre. Itt Marcos és Alejandro Patronelli voltak az egyik vagy két főszereplő a versenyen. Ugye az argentin testvérek közül Marcos ma 5. lett, neki kicsit balszerencsés volt, hogy nem tudott már oda-haza menni. Ami Alejandrot illeti, itt pont felcserélték egyébként a feliratot, ő pedig 4. lett, és miután Alejandro egy kicsit előrébb végzett, meg eddig is ő az, aki vezet az összetetben. Lucas Bonetto argentin versenyző Hondával megy, régebben ismertük jól a nevét, idén nem nagyon hallottunk még róla, mert elég gyengén ment, ma viszont hirtelen megnyerte ezt a szakaszt, ezzel együtt még csak a 19. az összetetben. Pablo Copetti egy másik argentinő Yamahával, ő lett ma a 2. Ő sem tartozott eddig az igazán élvonalbeli versenyzők közé. És van egy bolíviai emberünk, Walter Nosiglia, ma 3. lett Hondájával.
A nagy tengerszint feletti magasság, és megint Bolívia a témánk. Hát ugye, amikor megérkezett a mezőny ide Uyuniba, itt 3600 méteren, akkor már néhányan egy kicsit elfáradtak a nagy tengerszint feletti magasságtól, meg a próbatételtől, hát a helyiek jól bírták, de vannak, akik már oxigénmaszkon voltak. A Dakar rallinak az orvosi stábja eddigre már több mint 300 embert kellett, hogy ellásson, különböző sérülésekkel, betegségekkel, vagy éppen a hegyi betegséggel. Éme itt van egy versenyző, aki megérkezik. Úgy hívják, hogy Nicolas Monin, egy francia motoros. Az orvosi stáb megállítja őt, és megkérdezik, hogy miért kellett nekem itt most megállni vajon? Azért, mert neked jobb lesz most, hogyha egy kicsit megvizsgálunk, és már is kap egy oxigénmaszkot. Ott van ugye a mentőautó, az ambulanciás autó. Kérdezi, hogy ez micsoda, mit kell ezzel csinálni, vagy hogy ezzel, ez lesz majd a motoron, ide bevitték. És itt most azt magyarázza neki az orvosnő, hogy megmérjük a vérnyomásodat, és hát az a baj, hogy nagyon kék már a fejed, ami azt jelenti, hogy rengeteg oxigénhiányod van, vagy nagy oxigénhiányod van. Itt pedig már rádióztak be az orvosi központba, hogy hát van itt egy komoly sérült, vagy hát egy betegséggel küzdő ember, és most azt magyarázzák el a motorosnak, hogy túl veszélyes lenne, ha tovább menne, nagyon kimerült már, messze van még a tábor, most már te a piros zónában vagy, tehát innen már nem tudsz semmit sem csinálni, el kell fogadnod, hogy nem mehetsz tovább, be kell fejezned a versenyt. Ezt magyarázzák el neki az orvosnő meg az orvos. Hát nyilván ez egy nehéz döntés a versenyzőtől, nem fog ellent mondani nyilván az orvosoknak, nem tehetné, de hát lelkileg ez borzasztó nehéz. Nicolas Monin élete egyik drámája, de tényleg nincsen jól. Most azt mondja, hogy amikor az ember ide jön, akkor sok célt kitűz maga elé, de amikor itt vagy, akkor az egyetlen célod az, hogy befejezd a versenyt. Nem érdekes, hogy hányadik helyen vagy, csak érjél célba. Hát most azért nem érzek dühöt sem, meg haragot sem, inkább fájdalmat, meg gyönyört egyben, és hát végül is úgy néz ki, hogy belátja, hogy nem mehet tovább, elfogadja a sorsát. Egy dráma a Dakaron, de jó véget ért. Itt marad a motorja, őt pedig viszik a táborba. Körülnézzünk megint az autósoknál is, mégpedig az előző napot vesszük figyelembe. Sebastian Loeb eddig száguldott a Dakaron, már 3 győzelemnél tart. Azt mondta itt most, hogy persze, ha később egy kicsit bonyolultabbá válnak a dolgok, akkor még jobban fog figyelni, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Aztán Peter Hansel is nyert már szakaszt, éppen a legutóbbit, és ő az, aki pillanatilag vezet is, de hát csak pár másodperccel. Azt mondja Peter Hansel, hogy folyamatosan tudtunk jól menni, vezetünk, de egy picit lassabbak vagyunk, mint Carlos és Seb, az igazi végsebességet tekintve, tehát ő nem klasszikus rallis. Ami Nasser Al-Attiyahot illeti, lehet, hogy kezd kicsúszni a kezéből a győzelem lehetősége? Egyáltalán nem könnyű nyerni egyik szakaszon sem ezen a Dakaron, de azért megpróbáljuk. Minden esetre a Peugeot és Loeb fantasztikus teljesítményre képes, de többiek is. Még tegnapi nap, hogy porig égett Bernhardten Brinke Toyotája, ő volt az, aki megnyerte a prologot, ez volt az egyetlen nem Peugeot-s győzelem eddig. Hát sajnálatos módon Uyuni környékén fék problémák miatt, illetve hát egy megégő gumi miatt az egész autó tönkrement, hát gyakorlatilag romhalmaz lett belőle, be kellett fejezni. A 8. helyen volt különben az összetetben. Jó későn, vagy hát korán hajnalban érkezett meg a táborba Robbie Gordon, pedig egyébként elég jól ment, kifogyott az üzemanyagból, és többször meg kellett állni, amire mindig kapott valamennyit. Azt magyarázza, hogy az a helyzet, hogy hát nem is nagyon hiszem, hogy mit csináltunk mi saját magunkkal. Időnként az ellenfelek vernek minket, néha meg saját magunkat verjük. Carlos Sainz, meg a bolivárok. Itt megint a rajt pillanata az elnök úrral és a rajongókkal. Peter Hanselt engedte el Evo Morales. És hát itt aztán fel kell hívni a figyelmet egy angol fiatalemberre, Harry Huntra, aki egy minivel megy, elég jól már eddig is, és ezt bizonyította, ez már a mostani szakasz. 12. lett, és már lassan kúszik fölfelé, 13. az összetetben, a 2014-es győztes Giovannini Roma van előtte minivel, tehát azért ez már teljesítmény.
Itt pedig már Yazida Raji, a szaudarábiai Toyotával. Tegnap harmadik lett, ma nyolcadik, több mint 6 percet kapott. Nem ment neki olyan jól, az összetetben is a nyolcadik helyet foglalja el. Aztán egy másik Toyotás, a dél-afrikai Pulterő, ma 9. lett, közel 7 percet kapott. 40 perc a hátránya összetetben, tehát győzelemre vár nyilván neki sincs esélye. Orlando Terranovát rég láttuk, hát most itt porol előttünk. 42. lett csak ma, megint voltak problémái. Összetetben még így is befér valahogy a legjobb 20 közé, de hát nem ilyen céljai voltak. Ő mindenáron szeretett volna a legjobbak közé kerülni. Hogy milyen céljai voltak, pontosan mikor hír van ennek, azt nem tudom, gondolom a célba érés meg a tanulás. Hát eddig ezt a feladatot tökéletesen ellátja, a korábbi 4-szeres Rally VB második. Ma például 5. lett, és az összetetben is alig több mint fél órával marad el, 5. helyen van. Giniel de Villiers, ugye ő is győzelmi reményeket dédelgetett még a verseny előtt, fejlesztették ezt a Toyotát, de hát a Peugeot jobban. Ennek eredménye, hogy Villiers hiába tesz meg mindent, ma is csak 7. lett, és már több mint fél óra a hátránya. Peter Hansel, ugye a természetes sebessége nem olyan nagy, hát ez ma meglátszott, mert 4. lett, és ezzel el is veszítette egyébként az összetetben a vezetését. Nasser El-Attiéh egy pár másodperccel be tudta fúrni magát elé, de ezt úgy higgyék el, hogy ez 5 másodperc volt. Hát azért valóban nagy harcot vívtak egymással. Itt van Nasser El-Attiéh. Egyébként gyorsan elmondom, hogy a Somfai Imre, Somfai Mátyás kettős a Toyotával ma bejött a 64. helyen, és összetetben az 55. helyen állnak a Sandlander csapatnak az autójával, továbbra is fantasztikus a teljesítményük. Itt pedig már Sebastian Loeb, aki hát még ennél is sokkal fantasztikusabb. Ma azonban problémákkal küzdött, bár nagyon gyors volt, hogy műszaki gondok hátráltatták a mai nap során. Ezzel együtt második lett, és csak 38 másodpercet kapott a győztestől, aki nem más, mint a csapattársa Carlos Sainz. Sainz tehát megszerezte az első győzelmét. Az autósok meg tudták csinálni a semleges szakasz utáni részt is, itt ennek a rajtjánál vagyunk, és itt Loebék próbálják indítani az autót. Itt voltak kisebb problémáik, turbogondok egyébként. Tegnap még a tesztszabályzóval voltak problémáik, felakadt a gázpedál. Most azt magyarázza Sebastian Loeb, hogy a második részen voltak problémáim a motorral már a rajt előtt, eléggé dadogott, de hát azt elég küzdöttünk is egy kicsit vele. Nem is tudtunk ennyire figyelni, volt egy kis eltévedésünk, navigációs hiba, kb. 2 percet vesztettünk, aztán nagyjából a felétől életre kelt a motor, és akkor már újra tudtunk menni. Hát, hogyha ezek mind nem lettek volna, lehet, hogy megnyeri a szakaszt, ugyanis Carlos Sainz nem panaszkodott ilyen problémákra, és végül is csak 38 másodperccel tudta legyőzni Loebet, de legyőzte, és Carlos Sainz megszerezte idei első Dakar szakaszgyőzelmét. Pályafutása során egyébként ez már a 28. sikere a Dakaron. Íme itt van az eredmény. Látható, hogy Loeb nem sokkal maradt el tőle, Attiéh és Peter Hansel 3,5 perc körül, Hirvonen 4 perc, tehát azért eléggé együtt voltak. Összetetben megint Loeb vezet, Peter Hansel több mint 2 percre, Sainz 5 percen belül, és aztán jön egy nagyobb lyuk. Attiéh már 17,5 perccel marad le, Hirvonen pedig több mint 30 perccel. Meglátjuk majd a második héten, hogyan alakulnak a küzdelmek, akkor más pályák is lesznek, más terepviszonyok. Úgyhogy ott, ahogy Peter Hansel mondta, úgy gondolja, hogy a veteránoknak lesz jobb majd a jövő hét, tehát nem biztos, hogy Loeb olyan jól tud menni. Tehát ez egyelőre elmélet, majd meglátjuk, hogy a gyakorlat mit hoz. Sajnos volt egy halálos balesetünk, ma ezt el kell mondanom. Lionel Baud, egy francia versenyző, még Bolíviában elgázolt egy 63 éves helyi lakost, aki ott volt a pályán, és már nem tudták megmenteni, mire odaérkeztek. Addigra már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Újabb halálos áldozat, Isten nyugasztalja. Reméljük több ilyen nem lesz. Dakar hírek. Sheldon Creed, egy 18 éves amerikai fiatalember, Gordonnak a felfedezettje, ő húzta be egyébként Gordont, vagy segített. Hát itt a kormánykereket kellett elég extrém módon megoldaniuk. Nem túlzottan gyári megoldás, mit nem mondjak. Aztán itt van az elektromos autónk. Na most azért már nekik is vannak gondjaik az első hétvégére. Itt azt magyarázza, hogy hát
Itt a kerék, itt a kormánykerék, csak éppen nem lehet vele kormányozni. Nem tudták rendesen feltölteni ugyanis még a rendszert. És hát így azért elég nehéz tovább menni. De hát ki kell húzni, meg kell ráncigálni, és akkor lehet utána kormányozni is. Nem egyszerű a feladat. Tehát kézzel kell besegíteni. A Peugeot csapathoz megérkezett egy nagyon fontos vendég, Maxime Picard, aki nem más, mint a Peugeot brandnek a vezérigazgatója. Hát fiatal ember még, de már nagyon magas tisztséget visel. És most azt mondja, hogy tudjuk azt, hogy nagyon nehéz napunk lesz majd, mert hogy a beléni szakasz, az majd egy újabb érdekes terület lesz. Az borzasztó nehéz lesz a navigáció, az biztos, hogy nem lesz könnyű, ezt mondták nekem a navigátorok. Rengeteg időt lehet ott veszíteni. Egy célunk van, hogy behozzuk az autókat a célba, és hát persze jó lenne növelni az előnyünket. A monstrumok. Egy új győztest avattunk a mai napon, illetve hát nem is nyert Tonfán Genugten, de olyan értelemben igen, hogy most tudott igazán bekeveredni az élcsoportba, hatodik lett. Úgyhogy az elején még ővé volt a legjobb idő. Federico Villagra, tizedik időt ért el, őt láthatjuk, az argentin versenyzőt. Kicsit átalakult itt az élmezőny, mert Hans Stacy lemaradt ma, ugye tegnap még ő állt az élen. Márgyejevék meg elkezdtek felzárkozni, a tavalyi győztes orosz trió ma a második lett, és ugyan több, még mindig több mint 10 perc a hátrányuk, de ott vannak a harmadik helyen. Gerard de Roy ma negyedik, összetettben ott van a második helyen, 5,5 perc, ez még itt lőtávolnak számít a kamionosoknál. Úgy néz ki, hogy az Ivecósok egyébként elég jól állnak. Viagra is ott van azért a legjobb 10-ben, Van Genugten is ott van, bár a kamazosok is egyre jobban jönnek. Nikolájev volt ma egyébként a legjobb szakaszgyőzelem a kamazosnak. Itt pedig Hans Stacy, aki szintén nyert már szakaszokat, meg vezette is a versenyt, most azonban valami miatt lemaradt, és csak a 9. helyen végzett, és visszacsúszott az 5. helyre, több mint 10 perc a hátránya. Úgyhogy hát nyilván a második héten majd jobban rá kell kapcsolni, hogy visszakeveredjen az ére. Aztán Colomi, aki nyert már szakaszt, a cseh versenyzőt átrája azonban megállt, és hát egyelőre nem tudni még, hogy mikor érkezik meg, vagy érkezett meg. Az biztos, hogy nagyon-nagyon sok időt elveszített. Az ő jó eredményei is elszálltak már, vagy lehetősége. Alexander Smith. Itt vagyunk Bolíviában, ugye mindenkinek a saját Dakar felvételeit láthatjuk. Itt vagyunk a sátorban, óriási homokvihar van, és ez a homok bejön mindenhova, őrült módon. Bejön a sátorba, bejön a fogaim közé, bejön a hálózsákba. Érdekes este lesz. Nikola Brabec azt mondja, hogy itt vagyunk Uyuniban, egy helyi versenyzővel itt, vagy helyi szupersztárral itt a szakasz előtt. Fabrizio Bolíviából, mindenki őt hívja, és nagyon boldog. Fabrizio, mondaná valamit itt spanyolul? Nagyon nehéz beszélni, de az az igazság, hogy mindenkit üdvözlök. Van-e valaki, akit itt ismer? Mindenki ismeri Fabriciót, megtapsolják. Van-e valakinek itt ragasztó szalagja? Ezt kéri Lukkéze, mert ugye mozog a
navigációs rendszere a motor elején. Ilyeknél minden van. Holnap pihenőnap lesz Saltában, Argentínában. Felfrissülhetnek a versenyzők, és átvizsgálhatják és felújíthatják a járműveket majd. Rá is fér már az első kemény hét után a versenyzőkre, hiszen ahogy előre tudni lehetett, a második hét még az elsőnél is nehezebbnek ígérkezik. Úgyhogy mindenkinek fel kell kötnie az alsó neműjét, hogy sikeresen vívja meg. Azt remélem, hogy a pihenőnap elég lesz a regenerációhoz, és hogy balesetmentes versenyt fognak folytatni a második héten. Holnap is beszámolunk majd az eseményekről, már a búcsúzom, viszontlátásra!